Sziasztok, ez itt a Kontextus, és ma úgy gondoltuk, hogy itt a nyárra most már könnyedebb témákkal készülünk, úgyhogy vendégeim szakadáti póka van ez a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási programigazgatója, vagy oktatásért, könnyűzenei oktatásért felelős munkatársa. Így, így. Remélem, hogy, remélem, hogy jól fogalmaztam meg. És Tátrai Tibor. -gitáros. De, blues gitáros. De már én, én olvastam, hogy, hogy, illik, hogy illik ilyenkor, hogy Liszt Ferenc Díjas, Kossuth Díjas, stb. Ezeket mind. Én úgy vagyok ettől ijedve, amikor ezeket a címeket föl kell sorolni, és valóban tényleg úgy van, ugye, hogy a Kossuth Díjat azt illik is oda tenni a neve elé, hogy az ember levelet. Tudom, nagyon megtisztelő. Könnyű zene helyzetéről, illetve a könnyű zenei oktatásról fogunk beszélni, már csak azért is, mert kialakulóban van, ugye édesapádat most már lassan két éve veszítettük el, és kialakulóban van egy bizonyos Pókegon Művészeti Akadémia, mondjuk ez a munka címe most, aztán hogy mi lesz igen. a neve, az majd, az majd még kiderül. És most próbálok az ilyen utcai paraszt, kérdéseivel jönni, hogy könnyű zenei oktatásra egyáltalán mi szükség van. Tehát az ember az így megfogja a gitárt, aztán ma már ugye lenézi a Youtube-ról, régebben még rendelgettünk ilyen kottákat, meg egyebeket, meg próbáltuk kajlózni a CD-ket, hogy mi van rajta. Miért kell könnyű zenei oktatás? Azt hittem, hogy csak a pingvinezős embereket kell oktatni zenére. Szerintem sokkal nagyobb szükség van a könnyű zenei oktatásra, mint valaha. Tehát, hogy, hogy most már lassan 25 évvel ezelőtt édesapám még dr. Gyimesi Lászlóval és a Kőbányai Önkormányzattal együttes erővel, hihetetlen támogatással és a saját kétkezükkel létrehozták a Kőbányai Zenei Stúdiót, ami, ami, akkor egy hatalmas, hatalmas dolog volt, és egy mértföldkő a magyar könnyű életben, mert nagyon-nagyon sokat adott, és ezt a Tibusz tudja leginkább megmondani, mert ő azért elég, elég régóta elég, elég éles szemmel, figyelés, füllel hogy, hogy mit tudnak a, a, a magyar zenészek, és, és azon túl, hogy a zenészeknek segíteni önmaguk kifejezésében, mert ez az elsődleges cél, az az, amit, amit nem tudsz megtanulni az internetről, amit nem, nem tudsz kigyakorolni, az a, az a szakmának a, a, a hivatás része, amit a tanártól tudsz, a, a közeg, a közösség. És, és, én azt gondolom, hogy egy zenésznek, amellett, hogy kifejezi saját magát a színpadon, akkor is, hogyha más vagy, akkor, hogyha a saját dalait játsza, az az, hogy, hogy ő ott minden egyes mozdulatával ad a közönségnek, és, és varázsol, és és gyakorlatilag tényleg jobbá teszi az embert, és ez egy nagyon nagy felelősség. Pláne a mai világban, amikor gyakorlatilag 024-ben aktívnak kell lenned, és meg kell tanulnod azt, hogy hogyan vigyázz a saját határaidban, miközben egyébként ki kell pakolnod az egész életedet a, a, a netre. És, és hogy, hogy ez az egész, hogy ne legyél egyedül, hogy egy közösséged legyen. Ez, ez, ezek, ezek azok a dolgok, amire a könnyű oktatás készül, meg amit tud adni. Mert az, hogy ki milyen gitáros lesz a végén, az csak is kizárólag az, azon az egy emberen múlik, hogy mennyit, mennyit akar kivenni belőle. Hát, még mennyi van benne. Hát. És abból mennyit vesz ki. Így van. Így van, ez azért hozzátartozik a dolgokhoz. De ö, nem is nem is értem a kérdés felvetés, mert én már öreg legény vagyok, hogy miért kell tanulni muzsikálni. Egész életemben nem csináltam, már csak gyakoroltam. A úgy, hogy... Arra, hogy rendes képzés van, arra gondolok. Tehát, így, a... így van. Sőt, hát nagyon belevágnék az elejében, és rögtön a mélyébe vágnék, és ne haragudjatok, de egyszerűen a példa jelen van. Nem kell mászkálni valameddig, hanem meg kell nézni a jelenleg, jelenlegi zenekaromat, hogy milyen a felállás? A világ legjobb dobosa játszik benne. A világ legjobb gitárosa játszik benne. Most végzett a Berkeley school Full elvégezte a legtehetségesebb baszgitárosként A Kéri Samu. A a, 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 a dani aki, aki olyan szintű ö, zenei talent, olyan talent, hogy, 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 most én majd dolgozom vele egy ideje, úgyhogy van marad a szám tőle, hogy, hogy hát én azt gondolom, hogyha ilyen emberek foglalkoznak a növendékekkel, akkor ott nincs kegyelem. Szóval, a, akkor azt tanulják meg, hogy, azt tanulják meg, hogy, hogy hogy ez hogy is van igazából. De ezt egészen biztos nem az óvodások és a kisebb fiatalokkal kell ezt előadni, hanem ennek nem tudom, te például van az, hogy mit gondoltál erről, hogy ez hogy lesz majd, hogy milyen módon dől el az, hogy ki kerül be a tanulók, és kik azok, akik a tanárok lehetnek. Mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen például egy Borlai Gergő, az jelenleg az úgy el tudja magyarázni, hogy miről szól ez a műfaj, hogy senki nem tudja jobban nála elmagyarázni, tudnék. A puding próbája az evés, és az a legfontosabb dolog, hogy hogy történik meg. Azt aztán lehet nézegetni a televízión, meg a távolból, meg akármi, de amikor ott ülsz mellette, és megfogja a dobverőt, és így rásutyint, akkor pontosan látod, hogy mi lesz, és hogyan lesz belőle. Hát de, de az eleoktatásról nincs is mit beszélni. De, de egyébként ez egy Nem ez egy jó Bocsánat. kérdés, hogy az, aki amúgy nagyon jó zenész, az egyben nagyon jó tanár is. Nem biztos. Mm. Alapvetően én azt gondolom, és ez, a, tehát, hogy miután volt szerencsém 25 évet végignézni a, 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 a magyar könnyű zenei oktatás mekkájában, Azt, azt kell látni, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy minden zenész a játékával, ha csak nézzük az adott embernek a játékát, ha figyelik, akkor abból rengeteget lehet tanulni. Mert Civilként is, pláne úgy, hogyha valaki mondjuk erre fogékony, és, és, és szeretné ezeket a dolgokat megtanulni. Tehát, hogy alapvetően minden zenészben benne van a, a tanító, a mester szerep. Ezzel együtt nem mindenki alkalmas arra, hogy mondjuk ő, ő és nem is, nem is kell alkalmasnak lenni, hogy akkor ott legyen, és legyen a, legyen benne annyi türelem, hogy rakosgassa az újakat, vagy, vagy elviselje azt, hogy a fiatal tanuló tróger volt, és inkább átbuliszta az előző hetet, ami egyébként ugyanúgy kell, mert ezek az élmények lesznek azok, amik később meghatározzák, és akkor ott állnak az órán, hogy hát nem gyakorolt, nem gyakorolt, nem tudunk haladni, hanem hanem van olyan, akinek ez jobban megy, és, és, sokkal könnyebben meg tudja találni a hangot, van olyan, akinek a személyes oktatás megy jobban, van olyan, és tehát, hogy ez, ez mindenki, mindenkinél változik, és, és például a, az új iskolánál, tehát, hogy a, a, Miskolci Egyetemmel együttműködésben készülő PEMA, tehát Pókajó Művészeti Akadémia névre keresztelt képzésnél az a, az a cél, hogy olyan oktatókat hívjunk meg, akik, akik hitelesek, akik aktívak, és akik, akik adott esetben, még akkor is, hogy azt mondják, hogy ők, ők aztán soha nem akarnak oktatni, és egyébként ez nagyon-nagyon meglepő, meg, meg szép szerintem, hogy csomó olyan eh, élő rock legenda és legendás előadó, nem csak olyanok, akik itt ülnek pont az asztalnál velem szemben, de én nem tudok tanítani, ne is de ezt mondják, el, ezt mondják hogy, hogy ők nem tudnak tanítani, és hát hogy ő most mit, mit mondjon el, és akkor elmondom neki, hogy ha csak odajössz, és elmondod, hogy, hogy neked hogy volt, hogy te hogy csináltad, az, az ezeknek a, a gyerekeknek, akik nyilván gyerek néven futnak, de ez 18 pluszról beszélünk, az, az magát a világot jelenti. És, és én nem ilyet gondolom azt, hogy, nagyon, tehát, hogy gyakorlatilag minden zenész alkalmas tud lenni, ha megtaláljuk neki, és az a fontos, hogy megtaláljuk a, a, a neki passzoló katedrát. És, és van olyan, aki, akit el lehet hívni, és tart egy háromnapos intenzív kurzust, és szét fogja szedni a gyerekeket, és mindenki majd felrobb, Isten, mi volt ez? És van olyan is, akiben meg megvan, tehát, hogy például a Tornocki Feri bácsi volt olyan, hogy, hogy benne a, a, a zeneiség leglényege volt, és ő, ő valami olyan olyan szinten tudott tanítani, hogy, a, hogy egy ilyen. Tanítottam, igen, a hogy egy ilyen iciri piciri teremben voltak, és az összes, tehát hogy kifolytak a, a gyerekek, és reggel estükben voltak nála. pedig őse volt az, aki aki elvégezte azt, hogy hogyan kell zenételni, hanem zsigerből jött neki. Hát, és szívből muzsikál, és, és itt, itt van igen. A, az, hogy kívülről valaki nézegeti, így gitározik, úgy gitározik, lehet, hogy kisebbököt, hogy hogy muzsikál, de ha te komoly zenész vagy, és nagyon sokat játszottál a hangszereden, és érzékeny is vagy, akkor pontosan tudod, hogy mi történik ott. És, és... Hát akkor most visszagondolok arra, hogy a fiatalságomban nekem ez hogy működött, hogy miket kellett lesnem, és miket kellett figyelnem, és mik azok, amik, amik, amik hatottak rám, amik, amik egy életre tessék egy eset. Az most így hidd el, megvan az a pillanat az életemben, hogy ugye én 16 évesen a Radis Bélához, oda kerültem be egy sakmat bulírva, elvitt a tercs Feri, aki akkor már már idősebb gyerek volt, fölmentünk. Első alkalommal csak lentről néztünk, valami havarkodás volt, fölvitt a színpad oldalára. Én életemben még zenekart sem láttam, csak másodszor. Fölvitt a színpad oldalára, a jobb oldalra, és egy életre megvan az, hogy a ménkő beleim vágott, amikor elkezdett játszani a radics hogy milyen erővel indult el. Érted? Én ezt nem is tudtam, hogy ilyen van, mert nem láttam, nem akarom a népsort végigmondani a korabeli művészek, gitárosok produkcióit, mert a televízióban láttam a Tánzal Fesztiválon, meg a tata és hogy gitározok, és megláttam a radicsot, <laughs> megláttam a radicsot, hogy egyáltalán hogy ér hozzá. A mai napig emlékszem rá, érted? Ez egy hatással volt rám, és én így gitároztam már akkor is. És ma is így gitározok, érted? ilyet ütött rajtam, az az egy pillanat, amit megláttam. Csak azt akarom mondani, hogy milyen szükség van a, 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 az, hogy meglássa a, a, a kézpalit meglássa a gyermek. De te hogy tanultál még zenét? Mert akkor még ugye nem volt kőbányai zenésulit Hát lassabban, nyilvánvalóan nyilvánvaló. <laughs> <laughs> van hogy lassabban, mert viszont, viszont tehát célirányosan ment, és, és nem ezermillió dolgot tanultunk, mint a póka iskolába, hanem egy darab hülyeséget, valamit, egy darab krémfigurát, vagy egy darab nótát, és akkor azt tudtuk, és akkor azt, akkor még egyet tudtunk, és akkor egy ilyen módon, egy ilyen fordítva történt a muzikálás, hogy egy darabból kezdtünk el. Én legalábbis tudom, hogy miket tudtam, és mik amikből továbbmentem. Az első naptam, amit tudtam, az a Johnny gitáros, da, 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 ezt tudtam életemben mert először játszani a második, De ez volt a másik nóta, amit tudtam játszani. A harmadik még már egy krim nóta volt. Mert akkor már elmentem el a radicsra. De... Ez, ez az elég nagy dolog. <laughs> De ez nagyon, az, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, az az, hogy, hogy, hogy a tibuszéknak, a apujéknak az volt, hogy ez volt, és semmi más. Tehát, hogy én ezt az apámon egész életemben láttam, hogy őt annyira, tehát, hogy annyira az egész generációját, meg a generációtokat, annyira így beszippantott a zene, és nem volt semmi más, hogy, és nem volt semmi más dolgot, hanem az volt, hogy így, tehát, hogy ismerünk olyan, olyan... Nem is értettünk másodval, hát, mert Az is, is van, de hogy, hogy, hogy ismerek olyan kollégát, vagy hát volt ilyen történet, hogy hogy összejött egy csajjal, és akkor a csaj nem adott egy basszusgitárt, megtanította az alapokat, és akkor az volt, hogy amikor éppen nem volt más dolguk, akkor a lánynak kellett a blues izé, köröket, és akkor ő rázott rá. És ez ez volt a, a közös program, az egyik, és most De ez viszont... Egészen magas szinten is így működött. Hát. Én konkrétan tudom azt, hogy a Barta Tomi annak hmm. idején a feleségét fogta magában, adta a, a, az asszonynak a kezébe a gitárt, és megtanult, megtanított a d meg sikálni. Így. És úgy tolták. Én nem egyszer voltam föl a Tominál, és mulatoztunk azon, hogy az asszonynak ez a dolga, hogy ticszörűs. Hát, igen, egész konkrétan is. Ehhez képest a, a mostani gyerekeknek és a, nem csak a zeneoktatásban, de, 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 de hogy amikor például felteszed a kérdést, hogy a, 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 YouTube világában, amikor az interneten ingyen ott van minden a szobában, ahhoz, ahhoz azért nagyon komoly elhatározás kell, hogy te akkor tényleg csak ezzel foglalkozzál, és ne vigyen el más, de akkor... De, de, és ez nagyon-nagyon nehéz, mert ezer dolog jön Ó, minden. Hát figyel, és kitalálod az, hogy te tíz másodpercben futod a százat, hagyjad hát már, ez nem úgy megy. Igen. El kell menni. Tanni Tubácsihoz is meg kell hogy merre felé kell futni. Így, Ez így, a jó így. És a, a, tehát, hogy a, a, a zeneoktatásban, meg, meg, meg amellett, hogy nagyon-nagyon hogy sok mindent meg tudnak mutatni, ki tudják bontogatni, és és lehet, hogy csak annyi kell, hogy figyelj, csak próbáld meg ezt így, és nem úgy. Amit egyébként, tehát mondjuk én a, a dobolásnál látom azt, a, 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 hm. a Matyi meséri mindig, hogy amikor oda jön a gyerek, és látod, hogy hogy azért nem megy neki a figura, azért nem jön ki, mert eleve rosszul tartja Készteltem, a Igen. És az az viszont egy olyan dolog, ahol egy, egy jó oktató az oda megy, megigazítja, meg tudja mutatni, és akkor elindít az úton. Azt meg megint csak tudja tőled függ, hmm. hogy meddig jutsz ellenőrzően. Nyilván nagyon álnaív kérdés volt az elején, mert volt szerencsém, sőt, gyakorlatilag csak köbányásokkal van szerencsém együttműködni, és megdöbbentő, hogy ez az iskola az mennyire összerázta ezeket a dolgokat, mert régen tényleg úgy volt, hogy főleg, hogyha valaki mondjuk nem Budapesten nem ismer olyan zenészeket, nem ismer olyan tanárokat, akkor olyan esetleges volt, hogy neki sikerül-e egyébként eljutni valahová, tegyük fel, hogy nagyon tehetséges, de mondjuk nem jó tanárhoz került, stb., akkor nehezebb volt a dolga. És egyszerűen, tehát Kőbánya az így ontja magából a elképesztően jól képzett zenészeket, tehát me tényleg meg, megdöbbentő, hogy A legjobb e dolog, ami történhetett. Jó, hát ha én ezt tudom, hogy ez így szóba kerül, akkor elhoztam volna azt a kis levelet, amit a Csepei Tibortól kaptam annak idején, egy gitártanár volt, és felrótta nekem, hogy a második óra után nem mentem több, oktatásra. És az, új, az a levélben elírva, hogy hát sajnos akkor el fogok tűnni a pályáról, hogyha nem járok hozzá. Az, hogy miért nem jártam meg, hogy az megint egy más történet, de ő az életében de nem tudott gitározni. A Csepei Tibor, amikor mentél a villamoson, pontosabban 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt mentél a villamoson, akkor itt voltak ilyen, ilyen kis reklám lapocskák, és ott hirdették a Csepei Tibor gitáriskolát mindenhol. Úgyhogy én is elmentem, nyilvánvalóan érdeklődve, érdeklődve, de hát ott nem lehetett gitárt megtanulni. Úgyhogy a Radis Béna lehetett megtanulni gitárt. Ez a... Aki nem hirdette. Aki nem hirdette, igen. Aki nem hirdette. és, és csak azt akartam mondani, hogy a, a, a Pókai iskola a legjobb jó volt, ami történhetett a, a magyar könyvüzenével. Ezt nagyon komolyan mondom neked, mert mindenki képbe került, aki odáig csak azt hitte, hogy képbe van. Viszont ha már van ez az iskola, tehát ez uh -huh. az iskola már létezik most már. Mikor is jött létre? 99? Hát az alapítás Még? és az akkreditáció között eltelt két év, de azt mondjuk, hogy 25 éve mm, 25, 25 éve, éve, van. éve van palettán. 25 éve letett a névjegyét, a történet működik, Éles jönnek Isten, ki a... Minden. <laughs> Mondjad. Semmi, és... csak az időről beszélek. Ja, ja. <laughs> Mindig, mindig gyomlom Ha Szóval kerülnek, hogy mennyi 25 év. Szóval, hogy ez <laughs> működik, mondja a, a jobb, zenészeket. Mi szükség van a művészeti akadémiára? Tehát, hogy... Azért, mert én azt gondolom, hogy, hogy a, a zenész lét az egy ilyen nagyon-nagyon különös hibrid, mert nem tudod elég hamar elkezdeni a, a gyakorlást, ahhoz, hogy eljuss egy megfelelő szintre, ugyanúgy, mint mondjuk az élsportnál. Tehát, hogyha valakit az élsportra szánnak, azt gyakorlatilag három-négy évesen ráállítják a pályára. Ugyanez van a zenével is. És miközben mondjuk, a, ha a tudós bármilyen, bármilyen tudományág professzora szeretnél lenni, az is lehet, hogy 15-16 éves korodig nem is hallottál róla, és akkor történik valami, és életed végéig tanulsz. És a zenélés az, az, pont ennek a, a szerelem gyereke, mert nem tudod elég korán elkezdeni, és az életed végéig csinálod. Egyrészt, mert egyfajta szenvedély, én legalábbis azt látom, hogy egyfajta szenvedély, másrésztről azért, mert mindig van hova, és, és mindig van, van tovább, hogy hajtja a zenészeket belülről valami, amit szeretnének megmutatni magukból. Ha csak egy embernek, ha csak, ha csak az internet népének, ha több tízezres tömegnek. De ennek kapcsán van az, hogy, hogy a, az oktatásban is nagyon-nagyon fontos szerepet dölt be a következő lépcsőfok. És és azt tudom mondani, hogy a felsőfokú képzésben nyilván a, a, a főtárgy, illetve a zenekari gyakorlat adja a, mindennek a, a az alapját, és az, hogy, hogy azok a diákok, akik majd ide tudnak jelentkezni, azok minél mesteribb szinten tudják kibontani saját magukat, és kifejezni saját magukat a hangszerükön vagy, vagy énekben. És emellé olyan plusz tudást, tehetséggondozást adni, amiben, ami felkészíti őket arra az egyébként nagyon-nagyon durva világra, ami rájuk vár, É, mert hogy, mert hogy ma, már, ma már a zenész az, aki leginkább a, 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 szakmán belül is, tehát hogyha azt mondjuk, hogy zeneipar, a zeneiparban is, miközben a zenész nélkül nem lenne produktum, nem lenne semmi, mégis ő van a legalján, és a zenész tiszteletdíja a legillékonyabb a rendszerben, és, és vagy akkor itt volt a Covid, akkor a zenészek voltak az elsők, akik elvesztették a munkájukat, és a legutolsók, akik újra zenélhettek, mm. és, és itt nem csak arról van szó, hogy nem tudtak pénzt keresni, hanem, hanem, arról, hogy, hogy nem tudták kielni magukat, nem tudtak alkotni, nem tudtak adni, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és mindenkit, és akkor emlékeztek, hogy jött mindenhonnan, és tök mindegy volt, hogy az egy kezdőzenész, vagy éppen a Charlie mindenkinek megmondta a népült, hogy el lehet menni kapálni, mert az az igazi munka, nyilván kapálni. Mi elmentünk, mi elmentünk kapálni, és az volt, hogy tudtam, hogy ha végig csinálom az árkunkat, akkor végezni fogok, és közben nem kell azon izgulnom, hogy megérkezett a szerződés, felveszik el a telefon, eljön nekem majd a koncertre, lesz -e elég ember, kifogják, tehát hogy nem volt ez a sok mentális stressz, nem tudtam, hogy ennyi is itt vége van. És, és hogy, hogy, az emberek nem, nem is igazán érzékelik, hogy a zenész lét mennyi plusz-plusz munkával és befektetéssel jár. Mondjuk csak az, hogy eljusson valaki egy kis kávézónak a színpadára muzsikálni, és, és az egyetemnek a képzésnek ez is egy ilyen célja, hogy, hogy, az oktatás, a tehetséggondozás egy, egy művészeti ága kapcsolódási pontja mellett egy, egy ilyen társadalmi célú figyelemfelhívást is szeretnénk hozni, és a, és a könnyű zenészeket feltenni arra a pontra, vagy legalább elindulni a felé, hogy, hogy igenis megkapják azt, a, azt az elismerést, amit, ami, ami, illeti őket, hiszen miközben simán lenézik az emberek a, a, a zenészeket, közben az van, hogy a Júlcsika nem mer kiállni az emberek elé elmondani egy beszédet, a másik nem mer otthon a születésnapkor együtt énekelni a tömeggel, mert hogy ő nem hmm. tud énekelni, és, és kiállni a színpadra, előadni a te üzenetedet, az szerintem a lehető legintimebb dolog a világon. És ezt nagyon-nagyon és ezt jól kéne tudnunk értékelni. Úgyhogy ilyen missziók vannak. Hmm. És hogy ez közben hozzákapszolódik, mert ez egy ilyen ez egy globális dolog volt, amit mondtál. Ami én mondok, hogy ugyanez, de egy egészen más oldalról. Egy globális dolog. A világ mindenségben nincs más, hogy, hogyha megszólal a zene, az ég a világon minden eltűnik előtte. Kipróbáltam. Tehát úgy kipróbálom, fölveszem otthon a gitáromat, ott van egy szép kis akusztikus gitárom, történik a zaj a nyolcba, akármilyen. Begurítok egy harmóniát, és elkezdek menni egy tempót, és semmi más nem jelenik meg az életemben és ez nekem egy csoda, hogy én naponta evel. Nagyon sokat lehetok foglalkozni, saját magamnak muzsikálok. Nem jól, meg nem igényesen, meg nem mit tudom én hogyan, hanem magamnak. Én saját magamat szórakoztatom, 71 évesen, minden nap. Fölveszem a hangszert, mert annál nincs csodálatos, amikor megszól egy, megszól egy harmónia, megszól egy tempó, és egy... Hát, is elkezdünk valamit csinálni. Ugye van olyan, hogy hogy szórakoztatom magam, és eljátszok egy szép darabot, ami jól esik. Aztán van olyan, hogy, hogy elkezdek nótát írni. Hogyha olyan van. az aztán meg egy következő emelet, amikor, amikor az ismeretlenben nyúlsz bele. Idézőjelben ismeretlenben, mert végül is nem az. De ha ott meg aztán zenészekről beszélek, már csak nem csak érdeklődőkről, mm. ha ott meg is születik valami, amiről már csak ő azt hiszi, hogy megszületett, mert ilyen velem volt egy pár százszor. Aztán kiderült később, hogy a, nem csak bennem született meg, és nem csak most, hanem már esetleg régebben is. De az, az Na, élmény az az estére, az olyan, hogy megmész tőle. Mindenkinek, mindenkinek, nagyon ajánlom, hogy vegyen valamilyen kis hangszerként, és pötyögtessem, mert az unokáimat látom, hogy mindenféle hangszerek vannak, ütős, fújós, rágos, harapós, dobálós, teljesen mindegy, hogy, hogy, amikor fölemelik ilyen 5-6 éves korban, 4-5 éves korban, megváltozik a személyiségük, azonnal összekötődnek a hangszerrel. Hát látom, ha egy csörgődobot megrángat a kis 5 éves unokám, amikor én fölveszem a gitárt, akkor már azt látom, hogy hogy rángatja meg, hogy, 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 hogy kapcsolatban létett a, a vala hangszerrel, hogy az hogy fogja csinálni neki úgy, ahogy ő akarja, és már az alkotásban is vagyunk ekkor a gyerekül beszélek is a Egyébként, bocsánat, csak akkor rögtön kapcsolódok is hozzá, hogy, hogy, hogy ez, ez meg a hosszú távú, hosszú távú cél, hogy, hogy ugye itt van 25 évnyi fantasztikus zenész és, és zenetanár, és, és a, az új képzésnek az is célja, hogy, hogy ezen az úton is tovább haladjunk, és mondjuk Akár eljutni egy olyan stációba, ahol, ahol a közoktatásban is meg tudna jelenni mondjuk ez a fajta könyvüzenet. Ez tudom, ez nagyon nagy falat és nagyon nagy, de annyira égető szükség van rá, hogy. Sokadnak erre példák, nem máshol? Nemzetközi példák vannak talán ilyenek, ahol. Próbálkoznak, nagyon-nagyon próbálkoznak, is... próbálkoznak, de hogy annyira kellemetlen, mert pont a köbányaiban, az idei évben másikos az ugye azt jelenti, hogy ugye 19 éves srácok voltak nálam, és megkérdeztem őket, hogy ki az, akinek volt bármilyen rossz élménye a középiskolában, általános iskolában, mondjuk ének órán. És a, az ott lévők 95%-a feltette a kezét. Hogy ezt megalázták, ez hogy, de és, az van, hogy valami csoda folytán ezek a gyerekek mégis a zene mellett Azért ez a dolog úgy van... Én is be ének órára. Már. A matematika is ilyen dolog egyébként, hogy nem megy mindenkinek, lássuk be. Például itt vagyok, én, Nekem én nem... Is. <laughs> nem. Ugye, nem, ugye nem, hogy van nem. ilyen. számokkal a... nem vagyunk barátok. <laughs> Igen. Zenét mindenki a zenét tud. Ja, hallgatni, Igen, a zenét a zenét hallgatni tud, de hogy mit fog föl és mennyire szereti. Sajnos, abban sem vagyunk egyformák, abszolút. Sajnos, és ez az, amiről beszéltél, hogy egy zene, egy, egy, egy zene órán, aki fulkasú, vagy süket, azt jelenti, nem úgy, hanem úgy, hogy a zenében semmit nem érez, semmit nem hall az nem fogja élvezni, sajnos. Úgyhogy ezt én adom, és sajnálom, nem tudom, hogy mit lehetne ezzel ellen tenni. A, majd a közoktatásról beszélek, hozz közzenen nevelésről, mm -hmm. hogy ezeket a gyerekeket <coughs> nyilvánvalóan nem kell bántani. Valamilyen szinten kell, hogy valami fogalmuk legyen, de tudom, az én unokáim között van, akik sokkal nyitottabbak, van, akiket pedig abszolút nem lehet. Ne kérdés, kérdés, hogy mit hallanak ének zene órán, nem? Tehát lehet, hogy... az... és, és ez és az összefüggésben van azzal, amit mondasz, ez, föl is akartam vetni ezt a könnyű zene... Státuszát vagy presztízsét ebben a sztoribban, uh -huh. mert mindenki arról, tehát mindenki arra gondol, hogyha ha zeneoktatásról van szó, különösen magasabb szintű zeneoktatásról, akkor vagy komoly zenére gondol, vagy maximum jazzre. Hát már akkor... csak ez elérhető. Igen. és ez, tehát Erre a kettőre, és ugye a... nem titok, hogy nekem nagyon régi barátom a Demeter szilárd és neki ez egy ilyen szent küldetése, hogy ezen a dolgon változtasson, hogy hogy ne úgy tekintsenek a könnyű zenére, mintha az nem egy hasonlóan fontos és hasonlóan nehéz ágazata lenne a zenének, a zené tanulásnak, oktatásnak, csinálásnak, mint a, mint a komoly zene vagy a jazz. Ez, ez azért köz közös. Egy egész meg, meg tudom magyar egy perc alatt. Hány, hány olyan klasszikus zenéi koncerten voltál, ahol rettenetesen gyönge szar gyökérbanda játszott? Egy se, ugye? De a könnyű meg ilyen van. Elmész, faragatlan falvára megnézed a Kolbász 2 nevezetű zenekart, fölállnak és döngetnek, a ők is könnyű hívják magukat, meg amikor fölmegy a Gátfeder, érted? Mi is könnyű hívjuk magunkat. Ez az, ami, ami, ami egyfajta ellentét. Hogy csak ugye hát ez mondják. akkor ez meg a pont a képzéssel van összefüggésben, nem? Tehát, hogy a, azok, akik elkezdenek úgymond könnyű zenélni, csinálunk valahol egy ilyen bandát valahol, keresünk egy próbatermet, ami cseng bong össze-vissza valamit csörömpölünk, és akkor megvan az első koncertünk, ami olyan, amilyen. Ez, ez az útja ennek a dolog, vagy legalábbis régen ez volt az útja ennek a Igen, dologon. hát az a baj, hogy különböző szintű érdeklődések és kívánalmak vannak a könnyű műfaj iránt. A klasszikus zene megint egy más dolog, mert az valahonnan kezdődik. Tehát nem lehet, hogy kezdődik, az valahonnan kezdődik. A könnyű zene az avval kezdődik, hogy énekeled a kisbabádnak a, a, a bizony, bizony, hát tett, tett, hogy Pont a, a, a Szirtes Mókussal beszélgettünk erről, tehát, hogy a, a, magas művészet, a kom az azért tudott fejlődni és életben maradni, mert évszázadokra visszatekintve az volt, hogy volt olyan tehetős ember, mecenatúra, aki ezt, aki ezt ugye lehetővé tette hogy, hogy ott alkossanak és szülessenek a dalok, míg a népzene, a blueszene az, az életben maradt, mert életben maradt a földeken, a, a, a templomban, a kocsmában, a fonóban, és az, 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 tudott a maga módján élni. És a könyvzenének szerintem azért van egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzete, mert mert nyilván ott rettet, és módon bejön, bejön a, 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 pénz, mert, 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 akkor ott volt a 90-es évek legalja, amikor pingpongasztalon egy este nyolc koncertet adott az éppen futó előadó, anélkül, hogy zenekart látott volna valaha az életében. És ha azért pénz van belőle, van nincs baj, tudod? Csak De... az a baj, hogy ha, 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 csak az lesz a probléma, tudod? A onnantól kell, és a műfaj sem is húzza. Elég durván húzza ezt a részét. Igen. Erről és... is tudná beszélni. és, és, és emiatt ö emiatt nyilván egy kicsit, kicsit nehéz, de én pont emiatt is, tehát hogyha a könnyű zenének is meg tud lenni az a fajta íve, mint ami a komoly zenének megvan, és, 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 egyébként nyitni tud egymás felé a két művészeti ág, mert, mert nincsenek stílusbeli különbségek, jó zene van, meg rossz zene van. Tehát, hogy Igen. ha azt veszük, a Beethoven volt a, a, az egyik legkomolyabb broker hát a Mozart, tehát, az a módszer, tud a legkomolyabb broker a hát, időben, az, az, Ha látod az Amadeus filmet, filmet, az nekem <laughs> <laughs> jön De, hogy, de hogy, hogy amiket... Nem mindegy, szóval, hogy ebbe, ebbe itt most nem megyek bele, de hogy... hogy hogy nagyon-nagyon fontos, -e, tehát az a baj, hogy az előbb elkezdtetek beszélni a kisgyerekkortól kezdve, és azon is nagyon fut az agyam, hogy arra reagálják, tehát, hogy a komoly, tehát, hogy pont a fúvós fúvosokkal beszéltem, hogy ugye régebben minden falunak volt fúvós zenekara, hmm. és élmény volt, és közösséghez tartozás, pedig azért fúvós hangszeren könnyű szarul játszani. És, és mégis... Hát, ahogy egy vidéki fúvosbandosól az az nagyon, de olyan bája van, hogy jó hallgatni, hogy a formák mennek, és megharcolnak. Tudod, a klibóból jöttek eredetileg, és egyébként próbáltak egyedül... Megörökített Ez megörökítette, valamelyik üvegtigris megörökítette ezt. Igen. Cseh filmekben rendszeres, ott Igen. nagyon rendszer, ott még a fúvós kultúra is nagyon magas. És hogy, hogy most meg az van, hogy nagyon-nagyon hogy kevés az a fiatal, akit egyébként érdekel a fúvós hangszer, annak ellenére, hogy egyébként a könyvüzenében is kezd újra megjelenni. És hogyha valaki oda is megy, akkor találkozik hm. a a megszokott komoly zenei iskolával, és hát baromi nehezen tudják bent tartani. Hmm. Tehát, hogy ezt a, ezt a fúvós oktatók mondják, hogy nagyon-nagyon nehezen tudják a fiatalokat ott tartani. És hogyha ha, ha megvan a nyitás, akkor, akkor rá lehet mutatni. Tehát, hogy én tegnap előtt este a gyerekeimmel az összes kedvenc klasszikus zenés, zenei darabomat beraktam, és akkor a borogyint hallgatottam velük. Nagyon szerették. És akkor utána, hogy rendben legyenek a dolgok, akkor elkezdtem a vadászatot is, és a, a két éves gyerekem a vészbanák daránál így izé pörgeti a kis kötelét is. imádja. és és hogy, hogy ez, egy, ez egy nyitás. Tehát, hogy ez mindenkinek csak jót tesz az, hogyha ha van egy ilyen plusz képzés, és a, a, a Szilárddal, amikor felkért, hogy oda kerüljek a Petőfi Kulturális Ügynökségnél, akkor a, a, az egyetemi képzés létrehozása mellett az volt a, az ő kérése, hogy a könnyű zenei oktatás reformját beszéljük át, amiben, amiben hatalmas dolgokat tett le az asztalra az Andrásik Ikremó nagyon jó elképzelései vannak, és ő... És, és, tulajdonképpen a cél az az, hogy, hogy ország szinten, Kárpát-medence szinten létrehozni olyan kreatív házakat, ahova bárki be tud menni, tök mindegy, hogy hány éves, tök mindegy, hogy milyen szinten van. Ugye tudunk biztosítani oktatógárdát, mert hogy egyébként a iskolából van 25 évi diákunk, hmm. aki alkalmas arra, hogy, hogy oktasson, és, és le, van egy, egy élmény alapú része, amit például a rock sulisok hmm. fantasztikusan csinálnak, ők is már hosszú éve, hogy bemész, és azt mondja, hogy én szeretném megtanulni a, 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 a pretender a Foo És csak gyere, akkor megtanuljuk, és addig gyúrjuk, amíg megvan. És, 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 itt lehetőséget biztosítani arra, hogy, hogy egyébként legyenek foglalkozások, és már a, az anyukák a, a, babákkal minél hamarabb menjenek, tehát már rengeteg kutatás van arról, hogy mennyit számít, hogyha ha még pocakban van a baba, és az anyuka már énekel, és, <hül> és akkor <hül> elkezd vele minél, hogy mennyire, mennyire ilyen, ilyen üstökösszerű szerű hatással van a gyerekekre az, hogyha megfelelően csak mondókázni. A, a, fertő, a fertőzés nagyon fontos. Velem még terhes volt édesanyám, amikor Budapesten játszott a Rory Geleger. De nekem <laughs> mondom, eskü, eskü, ott volt Na. a koncerten. Arra nem fogod? Tudom, hogy... arra, én arra fogom, én arra fogom a Rory Gelegerre az egészet. Úgyhogy ez é, nagyon jó. fontos. Hogyha, úgyhogy, hogyha... hogyha... <laughs> már már megvan pocakban a gyerek, akkor el kell menni. Hát róleg erre már sajnos nem, de, de valami valami de hasonló. Eltöbb, rá, meg Istenem, meg, meg de fontos, jó. hogy az anyukák énekeljenek, tök mindegy, hogy csak énekeljen, mondókázzon a gyerekkel, és utána, hogy a gyerekek, ahogy közösségbe kerülnek. Hogy erre, erre már tényleg világszinten egészen elképesztő mennyiségű kutatás van, hogy ez zene minden szinten hogyan tudja az egyént és a közösséget fejleszteni. És, és nyilván nem lesz mindenki. Fontos, amit mondasz, azt mondják, hogy nagyon sokat ad az agynak más tevékenységekben is a zenehallgatás, zeneértés, zenélés szintén, tehát ez nagyon ez fontos lenne ilyen szempontból is. Hogyha még csak nem is akarja az adott szülő, hogy mondjuk a gyerek az zenész legyen, hogyha felnő, a legtöbb az, az a tapasztalatom, hogy nem akarja, de, de ettől függetlenül... Jó, jó, fiam, de egy rendes iskolát is Így, így így, 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 legyen fontosan, rendes szakmát. Pont, rendes legyen. Pedig <laughs> uh, hát de... ugye a, a, most az így nyilván csak a legprofibb zenészekre vonatkozik, az a fajta Skála, skála ö, mutatvány. Most az agyról beszélünk, mm. azt, azt, a, azt a, az összes, összes távol-keleti hit. avval foglalkozik, hogy hogy kell figyelni egy pontra, hogy odafigyeljé valahova és abból foglalkozzál, és ne a többi hülyeséggel. Uh -huh. Na most, amikor főszed a hangszert, ezek fölülnek a hegyre, beülnek a izébe a barlangba, és így Én néznek két éven keresztül. Oké, okay, az egy dolog. De <laughs> ez is egy módszer. Ez, ez is egy módszer, meg lehet közelíteni innen is. Én viszont azt szeretem, amikor egy skálát játszom és abban a rendszerben összeszedem magam. És nem csinálok más két-három órán keresztül, csak pontra koncentrálok, hogy azt megcsináljam. Tehát aki ezt csinálja, az az olyan mélységben jut el a lelke és a szelleme kapcsolódásához, az agya kapcsolódásához, hogy én nem tudok jobb módszert, mint skálázni. Hogyha azt egyszerűen csinálod, akkor avval hmm. rendbe teszed magad. És a mai napig érzem azt, hogy mit jelent nekem az, hogy hogy, 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 a muzsikálás mennyire fölfrissít, mennyire, mennyi a, a, gondolataimat föl, föl serkenti, hogy, 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 kénytelen vagy, és használod az agyad, és pörgeted, az agy pedig azért van, hogy csinálja. Ha pedig nem csinálod, akkor szépen elengedi magát. Ezt most az öregkori zenélésről beszélek csak. Például. Hát de a, a, demencia kutatásnál is kiderült, hogy a zene, a zene ilyen nem tudom, mi az mi. Amikor, na jó, jó és akkor nyilván Igen. Bekajárom. nyilván. Hála is, senekre, hogy gyorsabban esett De csak egy, egy pillanatot múl... Igen, egy másodpercet hogy jó, okay. jó hát. De, de hogy lényeg, lényeg, hogy, hogy ez is a cél, hogy egyénileg, és egy közösségnek is megadni azt a lehetőséget, hogy tudjanak kapcsolódni, mert, mert most valami a nagyon-nagyon furcsa, kitekert világban élünk, és nagyon furcsa irányba megy, eh, ahol, ahol szerintem nagyon-nagyon szükség lesz arra, nagyon nagy szükség lesz arra, hogy tudjunk helyben kapcsolódni, és közösségek tudjanak létrejönni, és ebben a, a zene és a közös kultúra az, az egy nagyon-nagyon gyorsan ö, épülő dolog, és, és, pont ez az, ami, ami például a kőbenyézené stúdióban is minden egyes alkalommal elvarázsol, hogy, hogy 25 év alatt azért az már felnőtt egy generáció. És ha a szakmában meglátod valahol, hogy találkozik két kőbányás, akik egyébként nem egyszerre jártak az iskolába, de kiderül, azonnantól kezdve egy olyan összetartó erő, és úgy vigyáznak el egymásra, hogy, hogy, hogy akkor itt megint vissza tudok térni arra a legelső kérdés, hogy ezért van szükség. Meg azért, hogy, hogy akkor vidéken is, meg mindenhol össze tudjanak kapcsolódni az emberek, és legyen egy, tehát hogy ezt ez, ez mindenki, aki volt vala a koncerten, és, és, bent állsz az első sorban, és ott van egy olyan raklapni vadidegen ember, te nem tudod, hogy nem álltál koncerten elsősorban, Mi? te a másik oldalon én álltál. Én álltam ott, álltál. Állt, akkor te még csak gondolat voltál. Ott álltam is nem. Még is hogy én szépen? nem álltam koncertnél. Ne, te a színpad túloldalán álltál. Nem? Mikor? Amikor a Bélát néztem. Na jó, akkor. Em? De hogy, hogy az a lényeg, hogy ott állsz vadidegen emberek. Ja, hogy a miközben muzsikálok. Arról beszélsz. Hát te, de hogy én nem. De hogy én amikor bent állok a, közönségben, és az van, hogy ott van. Mindent kajálok. Dobálom neked itt a magas labdát. Szóval, hogy, úgy tud összekapcsolni, nekem például az egyik ilyen, én nagyon-nagyon szerettem a hiperkarmát, és, 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 és hogy emlékszem az A38 hajón, és ott vagyunk, és, és hogy, hogy össze, összekapcsolódsz a közönséggel, és egyszerűen az van, hogy ez, ott, ott vagytok is, tudjátok, hogy ez jó, és hogy, hogy mindenkinek ezer oka van az adott dalszöveget, az adott dalt a saját módján megélni, és ott akkor egyek vagytok is, ott valami történik most jöttem rá, hogy mi az, ami a klasszikus zenétől elmozdult tulajdonképpen a könnyű zene, és mennyire máshogy... Már... a gitárt. A, az, az a következő, azt még a fúvos kapcsolatban kapcsolatban, az apcsán akartam elmondani, de, de. Hogy, hogy a klasszikus zenében közel nem jelent meg annyi. Régebben meg különösen nem. A külcsin és a belbecs, tudod? Mm. És a könnyű műfajban ez vastagon megvan, és ez keveredik, és ez, ez valamikor jó van, amikor meg nem rossz. És az, a itt jön ez, hát, és itt jön el az, hogy jót teszünk mi annak, hogy ha, ha, ebben segítünk, és nem akarok többet vállalni, akár milyen módon, ha ebben tudok segíteni, a belbec nyilvánvalóan a belbecs érdekében, akkor, akkor ez egy fontos dolog. A fúvosokról meg annyit az előről, hogy hát ez van, ez van, nem könnyű, van úgyhogy nem mén a lap. Ahogy sok volt egy zenekarba a 90-es évek elején, csak fúvósok voltak, egy gitáros volt. Megjött a gitáros a gitármannal, eltűntek a fúvosok, a gitárt. És nem véletlenül van baj a fúvosozással, a hangszerükkel, mert a gitár letarolta az egész világot. Hát, nem milyen hangnemekben játszanak, érted, hát arról nem is beszélek. Hát én nagyon szóval felpróbáltam már ezeket a, a, a tenorosokat. annyira imádom Mindig jönnek tocsorokban, nem, nem lehetne, na hogy nem lehetne. Az összes hülye hang, ne, mit csinál, micsoda? Oh, én mondom, az ilyen. Te épp is mű. emberedre tudsz akadni. Mit? Te is emberedre. Hát kóstogatjuk egymást, persze. Egyébként nagyon örülök, hogy, hogy behoztad a Remónak a nevét, mert őról is tudom, hogy ő is egy ilyen szentőrült, aki már évtizedek óta ezen a projekten van, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy áll, ugye itt nagyon sok minden leállt, itt a, először a Covid miatt, aztán meg a, a háború, meg energiaválság, meg egyebek miatt, de az, erről a én is hallottam, és az marha jó lenne. Ugye most az a probléma, hogy nagyon Budapest központú minden, és marha jó lenne, hogyha lennének ezek a vidéki központok, amik ugyanígy uh -huh. létrehozzák ezeket a közösségi helyeket. Kicsit, hogyha már így behoztad a, a covid kíváncsi lennék a könnyű zene, könnyű zenében dolgozók állapotáról így az elmúlt két-három évben, hogy ez mennyire viselte meg ezt a szférát. Költői a kérdés nyilván, az meglehetősen nehézkes volt. Ugye, akikről, tehát a zenészekről beszéltél, hogy hátrébb vannak sorolva, de a arról tudunk, hogy csomó rót például kiesett a játékból, mert elmentek ugye más csinálni, mert, mert, nem, mert nem... Tehát sokan estek ki, és sokan jöttek rá arra, hogy hát elmentek valami vállalathoz dolgozni, hát. hétfőtől péntekig vannak, kapnak egy jó fizetést, azt... Igen, ja, tehát hogy nyilván tehát, hogy pakolni, és ez a, tehát senkit sem akarok bántani, de, de hogy, hogy nekik ebből a szempontból nyilván azok a körülmények megszűntek, és más egy fesztiválon pakolni, meg egy koncerten pakolni, meg próbateremben pakolni, mert az, egész, az egészhez tartozik egy életérzés, amiért szerintem ez az egész vonzó tud lenni. Mindenki Ezt... szereti, persze. Ez hát egy csoda, a népeket. Nem csak a, akik vele foglalkoznak, hanem még el akarják jönni megnézni. És azért a, 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 zenében nyilvánvaló, hogy az ilyen nagy könnyű zenei rendezményeken mindig, mindig a legtöbb ember. És Az és hogy, hogy, de például pont Angliába, Angliából olvastam egy olyan tanulmányt, hogy a, a korábbi buszosok, azok nyilván a Covid idején ugyanúgy elmentek buszozni, és amikor lehetett újra menni, akkor az volt, hogy, mondták, hogy figyelj, az van, hogy én oda megyek, időben berakják a cuccot a buszba, oda-vissza, nem kell megállni a benzinkúton, nincs pisi szünet, cigi szünet, lerakom, visszapakolják, nem kell várni, hogy hol van a főhős, mert mégiszik valamit, meg még megfűz valakit, hanem utána Beszállok a buszba, senki nem áll, ordít, hogy álljak meg a benzinkúzon, senki nem hagyott semmit, ami nem odavaló dolgok vagy testnedvek, és, és hogy utána hazaérek. És hogy, hogy ott, hogy Angliában volt egy ilyen elég komoly munkaerőhiány, mert hogy nagyon sokan azt mondták, hogy ez így most egy kicsit nyugisabb nekik, én itt hát itthon... Ez zenekarra válogatja. Persze. Hogy, hogy, az is benne van, hogy melyik, milyen... De Ráig, hát... gondolom, Kérdez Kérdezelek meg erről, ne, vagy... Ne, vagy, ne, vagy, ne, vagy, ne, vagy, csak a, elég, elég, de... a puka család. <laughs> Én most nem, nem vagyok, akkor jó van. Nem tudom, hogy miről beszéltek. Én... Zenekarokról. Ugye, igen, amedet. igen, a, a, zenészeknél ott, ott egyértelmű volt, hogy annyira, annyira lehetett látni, hogy várják már ezt, hogy, hogy mindegy csak, hogy zenélhessek, és hogy hogy, hogy akkor kinyílt ez a kapu, hogy akkor az interneten zenélni. De az is olyan volt, hogy tehát, hogy ez egy ilyen tök érdekes jelenség, hogyha a színház hirdetett egy online produkciót, akkor arra megvetted az online jegyet, az online produkcióra, amit néztél a, a gép előtt, de hogyha egy zenekar mondta azt, hogy akkor csinálok egy online koncertet, és akkor vegyél támogatói az azot, hogy, hogy mi? Uh -huh. Hogy miért is venném meg az 500 forintos jegyet? És én, én, azt tapasztalom, hogy ott egy nagyon-nagyon vágyták már azt, hogy, hogy lehessen, lehessen menni és találkozni volt, az emberekkel. Ki nem és senki nem gondolt volna, hogy megtörténik az a muzsikával, hogy alapjában véve az alap lehetőség megszűnik. Igen. Nem lehet találkozni. Uff, hmm. hát arra mi? Hmm. Hát és kész, véged is van. Itt jöttünk rá, hogy ez miről beszél a zene. A kapcsolatról, Igen. arról, hogy együtt vagyunk. Ugye? Ez, Igen. Az, vagyis, az már ki is lett húzva. Nézegettünk. És hát ugye, kellemetlen az az, hogy ugyan a Covid-nak vége van de a helyzet a zenészek számára ugyanúgy nem lett jobb, mert hogy így az energiaválság meg ez az, az hát a Hát azt mondtam, hogy a, ez a, a fesztivál költségek azok 35%-kal emelkednek, ami azt jelenti, hogy minden már emelkedik ezzel kapcsolatban 35%-ot, ami nem kevés. Tehát ez nem az, hogy 2-3 meg 5% meg ilyesmi, hanem az már itt szabad szemmel jól látható emelkedés, úgyhogy probléma lesz azzal, hogy, hogy ezek hát melyiket lesz. rendezik meg egyáltalán. Meg, meg hát a fesztiválok kapcsán is, meg hogyha majd bejön, bejön mondjuk megint a, a szaridő, és, és akkor az ember végig gondolja, hogy hát előfizettem a Netflixre, meg be is fizettem már a reggit, és most itthon vagyok a, a meleg lakásban, és, vagy menjek el egy koncertre? Hát azért... Uh -huh. úgy... Hát kicsikem, ezek ilyen napi, napi dolgok, a, a, ezek mindig lesznek, valami mindig Nyilván. szar, valami mindig jó, valaki azt mondja, hogy mindig van valami, mindig van valami, ami... ami ö, 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 ha, ha ezen túl emelkedsz, nem le, ezeken nem lehet... Nem, ja, meg a másik, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Mit csinálsz vele? Semmit nem csinálsz vele. Nem ezt el kell viselni, ezt meg kell, meg, kell, meg kell emészteni. Sajnos ez egy ilyen műfaj, ahol, ahol, ahol az van, hogy nem találkozhatunk. Hát igen. Én, Én... konkrétan elindult márciusba a, a Covid, és április végig megőrültem. Úgy úgy örültem meg, pedig azt hittem, hogy nem vagyok őrült, megörültem, hogy becsuktam a telefonomat, bezártam, az asszonyal nem beszéltem, és a gyerekeimet, az unokáimat sem beszéltem velük másfél hónapig, két hónapig. Mert olyan sokért azzal, hogy a harmadik emeleten lakom, hogy a, a folyosó végig jöhettek el az unokáim. Az azért, az azért, az azért, elég durva volt, mm. és, és ez egy be is stresszelt minket, és, és hát ez, ez hogy, ez, hogy, ez, hogy, hova teszed? Ebből kimásztunk. Most azért azt gondolom, hogy, hogy azért már, már egy pár bulit csináltam itt ott, és azért ott a zsűri, és, és kezd rendben lenni, úgyhogy, hogy reménykedjünk, hogy ilyen nem lesz még egy, vagy De. lesz más. <laughs> Erre jutott most eszembe, hogy, hogy egyébként pont Megint csak visszatérve lesz, hogy kell-e kell -e az intézményesített zeneoktatás, könnyű zeneoktatás, és hogy, hogy a... a a 25 év alatt is hányszor kaptuk meg innen-onnan, hogy most ez minek az élőzenének leáldozott. Hát ugye ott volt a 90-es évek, amit ugye az előbb is említettem, hogy ott emlékszem, amikor apu elkezdett menni és tenni érte, hogy már pedig állami finanszírozású rendezvényeken ne lehessen közös CD-t hallgatni, ja, hanem, é, é, hanem az az élő. Na, ja, tehát a Tényleg a ez is kikanyalta a fater. Bizony, és jól jól az, is elindult. Az szombos volt, és az jól jól mindjárt arról szólt, hogy igen vagy nem. Tudod, Igen. És emlékszem, hogy akkor már, már volt Facebook, és elindult a hír, és akkor így lehetett látni a kommentekben, hogy a zenészek írtak, hogy ez az, de jó, Egon, köszönjük, és akkor jöttek a főhősök, hogy na de hát Egon, hát akkor így nekem, nekem mennyivel kevesebb jut, és hogy de bátor lány vagy, hogy ezt itt beírod, és rögtön neki is ugrottak, és és hogy, 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 közben, hogy akkor utána ennek jött még egy ilyen, akkor, akkor azt, hogy a, a, gitárt felváltotta a rebbetét a dalokban, és, és hogy, újra és újra jött az, hogy de hát az élőzenére zenére, a rock azt halott az, és, és hogy nem. Nem, az a, én is azt figyeltem, hogy már nagyon nem vagyok up to tehát hogy én annyira boomer vagyok ebben, <laughs> hogy a, egy néger gitárral, vagy egy fehér, aki utánozza a néger gitárral, nagyjából ezekben a műfajokban vagyok otthon, de, de azt láttam, hogy a legnagyobb popzenei sztárok is teljes zenekarral vonulnak fel, ugye. élőzenetet, hogy rendes gitáros, dobos, passzus gitáros billentyűs van most a nagy zenekarokban is. Bizony. Tehát nem az van, hogy beteszi a B-oldalt, és akkor mehet a menet, hanem. hanem rendesen nem, tehát hogy itt van, itt van ugye Magyarország ifjú reménysége, aki olyan zenét játszik, amilyet játszik, és a fiatalok ezt most imádják. És, és, azt tudom mondani, hogy ott van mögötte, ott van mögötte a zenekar, ott van mögötte a, a vokalista csapat, és hogy ott vannak a kőbányás. Ott van a kőbányai zenesúli mögött. Persze, mindenhol ott vagyunk. És, és hogy ezek, ezek, nagy, nagyon előre Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy amikor a Fluor Tomi Megjelent a magyar köztudatban, és akkor ő is egy ilyen egyes több koncertet adó fiú volt, akkor akkor volt az, hogy, hogy ő ők valahogy volt valami egy oda vissza üzengetés, így a médián, médián keresztül apuval, és akkor ott elhangzott az, hogy jó, hát öreg, hát ez itt már ez itt már az újkor itt nincsen szükség az arra, és akkor azt látott, hogy pár neki év nincs. múlva, de várjál, várjál, hát, mert pár év múlva, nincs. de nem. És nem is lesz. Nem. Pár hát, év, az év az múlva van, megalakult nem. a felhaló, well ami mögött Kőbe. Tehát, hogy ízig ja, És jó, egyébként és a, értem a, legkomolyabb, értem. a legkomolyabb metál figurák voltak -e behúzva az első körben. Igen, csak nekem ezekkel a dolgokkal az a bajom, hogy ezek nem muzsikálnak, hanem csak alkalmazzák a hülyeségeikhez a zenét is. használnak piros szint, kéket, sárgát, meg zenét, érted? Nekem erről ez a véleményem. Ne, ne, bocsánat, nem így csinálok, ez... csak nem tartozik hozzám. És ez így van jól. Viszont a, így, így mondom, én a, a másik oldalról de. azt tudom mondani, hogy a közönség viszont nem azt látja, hogy egy valaki áll a színpadon, hanem azt látja, hogy ott van valaki, akinek hangszer van a kezében. Hát ez a könnyű zene, ez a könnyű zene, ez így működik, ez, a, ez, ez, ez van. Külcsön, bebecs, külcsön, belbecs, mondom én. És, és hogy visszatért, és hogy megint zenekarok vannak, és hogy hogy ez az, ami, ami motivációt mutat mindenkor. Aha. Tehát, hogy akkor is, amikor azt látod, hogy igen, akkor a, a szép lánynak a CD-vel megy, a neked a zenekarral nehezebben megy, de hogy a, a közönséget hosszú távon nem lehet becsapni. És igény van arra a fajta zenére, ami hát, kapcsolódni tudna. Ha azt megméred magad, hogy én a szép lányhoz akarok mérni magamat, érted? Hogy nagyon egy gáz, nem azt kell csinálnod, magamhoz kell mérnem magam, és Igen. nekem kell eldöntenem, hogy mit csinálok. Mert ha akarok, ma már lehetek szép lány is, érted? Csak most viccelek. Tehát, hát, de most igazából azért, van, nem úgy értem? <laughs> de hát, hát akkor jó, most attól hívjuk a a... <laughs> hogy, 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 ha te szép lány akarsz lenni, akkor szép lány lesz, de ha te nem vagy szép lány, hanem egy csúnyi fejú, fit, gitáros fiú vagy, akkor te csúnya gitáros fiú vagy, és abba kell megfelelned. És nem kell irigykedned, a, 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 ezek mind nem konkrét dolgokról beszélek, hanem, hanem, hanem a, a, arról, hogy, Nyilván, vagy, hogy, 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 jó teszi, ha magával foglalkozik mindenki, és magát valósítja meg, mert Esélyed sincs. Nézed, hogy mit csinál valamit, nem kezdek neveket mondani. Hát miért kéne nekem ahhoz kapcsolódnom, tudod? Hát a legfontosabb az, az az a művészeknél, és hogyha rájönnek, hogy belőlük csak egy van. És azt, amit ők csinálnak, azt nem tudja más csinálni. Ezt be kell vállalni a hangszerrel. És be kell bizonyítani. és Például a készülő Pókágon Művészeti Akadémiában ez is egy nagyon-nagyon fontos tétel, tehát hogy amellett, hogy van a zenei képzés, például lesz retorika, színpadi mozgás, mm. És, mm. és egyébként mozgás a, a hangszereseknek is az inkább ilyen preventív egészségmegőrző mm. célnal, mert, mert a dob mögött ülni is egy nagyon nagy terhelés, gitárral a nyakban lenni, az egy nagyon komoly terhelés a gerincnek, és hogy, hogy hogyan tudnak odafigyelni. A, a hangszere válogatja, de vannak olyanok, amik tényleg eléggé a, kék, megpróbálják a, a, az a Gergő, A gergő, mivel ez elég hadászati dolog, amit mi csinálunk, Igen. azt így hidd el, hogy a borlai gergő minimum fél órát, de inkább háromnegyed órát szeret gyakorolni előtte. Nem gyakorolni, hanem bemelegíteni az ízületeit, fölhozza arra, az állapotra, mint egy élsportoló, mert ez ugyanarról beszélünk. Amikor már akarsz valósulni, akkor nem lehet azt úgy megcsinálni, ha nem vagy rámelegítve. És ezt én végnézem minden a Gergő úgy bevelegít, hogy folyik róla a víz, mire eljutod odáig, hogy fölkerül a szín. Ez egy hozzáállás. Pont most nézegettem, hogy feldobta a telefon emléknek, amikor volt egy ilyen aréna, aréna koncert, voltatok vendégként, voltatok jelen, és hogy benn vagyunk a backstage-ben, és akkor te ott van a hangszert, ott melegítesz, és a, a Matyi meg ott ízéhajlogat, és gyakorlatilag ott neki áll tornázni a háttérben, és így... Olyan, nagyon vicces képek vannak egymás mellett, ahogy mindenki a maga hangszerén. Hát a is nincs mese. Igen, és hogy, és hogy itt például ezeknél a tárgyaknál egy nagyon-nagyon fontos kapcsolódási pont, hogy mindegyik a, a személyiség fejlődést veszi nagyon komolyan alapul, hogy, hmm. hogy, 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 hogyan tudod saját magadat kifejezni. Tehát, hogy ne akarj, mert számos, és egyébként pont az én iskola miatt, számos olyan fantasztikus énekes tudok például, aki úgy énekel el neked, egy, egy Whitney Houston notát, vagy egy Phil notát, hogy nem mondod meg, hogy nem az igazi. És, és fantasztikus. De hogy egy saját dal nem tud. Tehát, hogy a saját, a saját hangját, a saját arcát azt nem tudja megtalálni. És, és nyilván nagyon nagy szükség van azokra a, az előadó művészekre is, akik tudják a, a, a mások művészetét tovább vinni, Csak nekik például sokkal nehezebb megtalálni a, a saját hangjukat és úgy, úgy előre menni. Tehát, hogy pont meséltétek, hogy nálatok a zenekarban, hogy már a Gergő szólt rá a Misire, hogy akkor most már nem hallgathatod ezt az előadó művészt, Há, hát, micsoda, de, de mondjuk a, 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 azon a szinten Jó, hát az egy nagyon magas szint. Az, azon, a, azon, az ered, é, helyen van, é, hogy, hogy ennyire rajta vannak. Hát igen, most még én rá gondoltam, hogy a klasszikus zene, meg a komoly zene, hogy a, 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 a könnyű zene, hogy, hogy, hogy a klasszikus zenében ott idézőjelbe, lehet, hogy nagy fasságot de nem valószínű, a személyiségednek nincs közel sem akkora jelentősége, mint az tárgyi tudásod. Én itt végignéztem egy-két hegedűst, komoly zenék ott olyan szintű tárgyi tudásra van szükség, hogy ott a személyiséget még inkább, inkább, ha én magamra gondolok, akkor én kis macsoságomat jóval vissza kéne venni, ha azt akarnám megcsinálni, ami ott le van könyvelve és ez egy más dolog, és a mi fajunk az meg, 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 nagyon nem ilyen, nagyon nem ilyen, mert, mert a, az improvizálás által, főleg az improvizálás által kijön a személyiséged, meg amíg írod dolgot játszol, akusztikus hangszeren, addig azt játszod, ami oda van írva. De mikor elektromos gitáron el kell kezdeni innentől idáig megvalósulni a te gondolataidat, akkor felszabadulsz, és akkor te vagy, és akkor, akkor ott, ott egészen, egészen szükség van arra, hogy egyéniséged legyen. De, de azt, azt én még mindig nem tudom, hogy, hogy lehet megszerezni. Tehát ha most arra gondoltam, hogy, hogy tanulod, 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 ahhoz, ahhoz egy olyan fajta lelki affinitásnak kell lenni, ezt, ezt, ez Magyarul erre születni kell. Ez a, ez a, úgy nem fog menni, hogy én addig csinálom, hogy egyszer majd jó lesz, mert nem lesz igazi. Nem lesz igazi és akkor jön egy huligán, most nem akarok neveket mondani a, a műfajban, akiket én, én, nagyon nagy tisztelője vagyok, mert hozzájön a hangszerhez, és föláll a kezem a sző, és nem akarom elni, hogy, hogy neki, neki ilyen könnyű. Hát, és szó sincs, róla, szó sincs róla, de ez annyira könnyedén, és annyira természetesen, hogy jó, ezt szeretjük egyébként ebben a dologban, ugye? Amikor, 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 hát, ja, így. Hát ez hányszor, hányszor volt meg a apuban, hogy jöttek a gyerekek, hogy akkor hagyd próbálják már ki a gitárt, meg, mm -hmm. meg vitték az erősítőjüket, meg hogy izé, és hogy tudod, láttam, hogy mindenki ugyanazt a hangot akarja megszólaltatni, én és jel, próbálták, fogja, és akkor így tudod, ez, hogy Aha. nem a hangszer, nem az erősítő, a kéz. Tehát én... és De hát ezt látom nálad is, hogy gyakorlatilag a hosszú évek óta a legtöbb gitárosnak még mindig a tátrai tibusz az etalon, és akkor azt a hangszint megtalálni, úgy megszólaltatni, és hogy mindenki. Aztán hál' Istennek lehet látni, hogy igen, etalon vagy, és rájönnek, hogy nem akarnak tátrai tibor lenni, hanem saját maguk akarnak lenni. A utóbbi egy-két évtizedben nagyon sokat játszottam kollégákkal, gitáros kollégákkal, mert rettenetesen szeretem, mert az kipiszkálgatni a palikból, hogy mi jön ki ő belőle, meg én belőlem, és ugyanúgy hatóról beszélgetünk, az elképesztő szórakoztató, és nagyon macsó dolog is. Az, két gitáros fönn a színpadon, azt már nézegetik egymást, tudod, és, és hogy hogy is lesz, meg miképp lesz, és az, az annyira emeli még ráadásul a, a, az egésznek a lendületét, hogy hogy, 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 jelen pillanatban a most, mostani helyzetről beszélve, a, a Gatfaterben erősítő fejlesztések történtek egészen csodálatos módon végre, és, és a Misi is, Misi is összerántott két-két négy hangszoros setet, és most szólal meg a hangszere úgy, nagy környezetben, nagy térben, ahogy az a, ahogy az a mesében. És, és ő, már eg, már egészen régóta... Solid. Egészen régóta ezen az ösvényen van, mm. hogy keresi és csinálja magát. És azt a feszkót, amit, amit itt az első fél év nálunk jelentett, mert én megjelentem mellette, az én gitár És az nyilvánvalóan nagyon hatásos. Persze, hogy hatásos, 70 éve felem a kardot, hogy az ottan úgy szóljon, ahogy gondolom. Meg nem is halk, tudjuk. Meg, ne, hát az meg a másik, persze. És hogy, <laughs> hogy, hogy első De az én szandom le. az az, az, az én játékomhoz van kitalálva. És ezért van az, hogyha valaki megfogja a hangszeremet, hogy bírkozik vele, mert, 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 neki az nem fekszik. Mint ahogy én a Misi-nek a hangszerét fölveszem, és nagyon szépen szól, de nekem az, nekem az úgy szól, mint a Misi. Tudod? Uh -huh. És akkor már is éreztem, és fölveszem az én hangszeremet, mert mi, mi vagyunk összenőve. És hogy, és hogy ez az elektromos gitár azért, azért, azért kihozza az ördöget a, a, a fiatalokból, hogyha tényleg ráfeszülsz. Hát olyan, 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 olyan hangszer szólok vannak már Bizony. a fiataloknál, és olyan szandok vannak, hogy az ember szíve megszakad. Jó, jó hallgatni, jó hallgatni. Vettetek egyébként példát, valamilyen nemzetközi példát ehhez a Pókegó Művészeti Akadémiához? Hát, Van erre precedens? Nézegettük, tehát, hogy, hogy igyekeztünk minél több tapasztalatot összegyűjteni, és és megnézni, hogy akkor a közel közelben ki hogyan csinálja, mondjuk hollandiában, Németországban, hogy milyen amerikai példák uh -huh. vannak, és, de amire leginkább, amire támaszkodtunk az az elmúlt 25 év, tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy a saját, a saját hogy, hogy itt mire van szükség, uh -huh. és... És hogy azt hogyan tudjuk megtámogatni. Mert azt, azt pontosan tudjuk, hogy például, hogyha. Tehát most már olyan neve van a köbeny zenei stúdiónak, hogy például, eh, amikor Hollandiában mennek ki, diákjaink tovább tanulni, mert hogy ugye ott volt elérhető könnyű zenei ja. és megtudják, hogy akkor ők tőlünk jöttek, akkor már eleve nem abba az a elmélet. Sínt. Tehát hogy akkor már magasabb Eh, magasabb eh, szintre rakják be mondjuk a szolfai zeneelmélet oktatásra, és, eh, és teljesen máshogy állnak hozzá, mert tudják, hogy aki az eszélyenőnél tanult, mivel ő nem feltétlenül tudják az eszélyenő nevét, de tudják a munkásságát, az, az teljesen máshogy kezelik, mert, mert magasabb szinten van. És ugyanígy, tehát, hogy mi nagyon-nagyon drukkolunk mindenkinek, aki mondjuk külföldön szeretné eh, megtalálni a maga közönségét, azzal együtt, hogy azt leginkább úgy lehet, ha külföldön élsz, és, és ott vagy folyamatosan, és, és onnan. nem lehet ki kiabálva? Hát, <gül> <gül> azt Pedig egész ezt hallottam mindig. Igen? Mindig ezt hallottam, hogy majd lesz magyar világsztár. Hajjá! Figyeljetek, <laughs> nem is hallották, Így. tudod. <laughs> és, és emiatt, emiatt mi nem is, nem is nagyon... Tehát, hogy mi a, a, a helyi a helyi kultúrának, a helyi közösségnek mm. szeretnénk adni, és, és egyébként kinyitni a kapukat, hogy lehessen. És, és nagyon remélem, hogy addigra, addigra például akár a hot, akár, akár amit a P Pécsi Szabó Déneség csinálnak, tehát hogy ő, ő például nagyon-nagyon jól tudja azokat a zenekarokat külföldön érvényesíteni, nagyon jó irányba halad, akik, akiknek van lehetőségük, akikben ott van a potenciál arra, hogy, hogy megmutassák magukat. De, de az egy, az egy teljesen más életformát ö, igényel, és, ö, és mi ahhoz, ahhoz ö, ugye hangszeres szinten, meg tudásszintet tudjuk megadni minden másra, az egy teljesen más típusú gondolkodást igényel, és, és ö, felkészülést. De például ö, a Ferenci Gyuriékkal van, van egy nagyon szoros együttműködés, akik ugye a népzenében... Mm. Ö, és a népzene oktatásban kötnek egészen elképesztő kapcsolatokat, és, és Amerikában viszik ki a, a magyar zenekarokat tanulni, viszik ki a, a, a technikus gyerekeket, hogy kint tanulhassanak egy teljesen más e, hozzáállásból a, a, a csinyát binyet a De hát a magyar zenét viszik ki, nem? Hát Mert, mert ugye itt az volt, a tük, de, tehát de az amit, viszont... amiről a Tibusz beszél, az az, hogy, a, hogy hogy megcsinálom az amerikai zenét, és megpróbálom megmutatni Amerikában, hogy én hogy csinálom az amerikai zenét, és akkor azt mondjuk, hogy tök jó, de hát a következő sarkon három van, érted, aki ugyanezt teltázva van belőle. Na igen, de hogy, tehát ez az, amikor a saját kultúrádat kívül, és arra van így, nézzük, van ez a, remélem, hogy jól mondom a nevét, a Deva nevű lány, aki ilyen elektronikus zenét csinál, és akkor ebben vannak ilyen nagyon szép népi motivumok, Legalábbis ab, abban, amit én hallottam ö, róla, abban van valami annyira, annyira különleges. Vagy itt van a ilyen mókus, aki a zene. Ő, ő maga a zene, és mm. minden, ami benne van, és benne találkozik, a komoly zene, a népzene és a mm. könnyű zene. És hát az, egy le... markerpont, az egészen biztos. Hát a, 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 az, amit ez a nő tud, az, az szerintem valami ja, Földön túli csoda, és tök mindegy, hogy egyedül. A igen, egyedül van a, a, a hegedűjével, egy looperrel, meg az ének hangjával, vagy még ezekkel se, vagy, vagy éppen egy 32 fős klasszikus zenekarban felrakva mögé népi elemekkel, és hogy, meg a beatbox. És akkor azt gondolod, hogy, hogy hát ezek így nem tudnak jól megszólalni. De hogy, de igen, és, és egészen elképesztő, amit ő tud képviselni, és a világon bárhol megállná a helyén. Én legalábbis így gondolom. Tehát, hogy ő az, a, ő az a, nem is tudom, hogy, hogy dicsőség, amire mindenki vágyik, akire mindenki vágyik, tudod, hogy, hogy ennyire rendben legyen. De ilyet nem ad mindenkinek. És, nem hozzá a világ egyik legszerényebb embere. Ágom. Tehát, ágom. De ez egy mekkora dolog, és mennyire szeretjük mindennyien, és mennyire, mennyire ben van már a magyar, magyar, magyar művész kultúrában, ő, hogy mindenki tudja, mindenki szereti, mindenki, rendben, mindenki befogadja, mindenki hívja, ha tudja. Ez, ez a nagy dolog. Ez a nagy dolog. Majd aztán ő is elkezdi húzigálni maga mellé. Ha úgy alakul majd a sorsa, a, a, az ő által a, a képviselt vagy preferált nagy fazolokat, és akkor ott tud születni majd egy olyan dolog, amit, amit az egyén akar majd esetleg kidolgozni az életében, Mert ugye most csinál mindent az égen. Rémisztő módon mindehez ért, El, Vagy elképesztő módon inkább, úgy mondanám. Igen. Tibusz. Uh hogy meg ne haragudjál rám, hogy nem kérdezem meg, hogy God, godfather mesélj egy kicsit, mert épp mondtad nekem műsorát, hogy nem adtál mostanában épp elég interjút erről, úgyhogy... A magáról a formációról is szerintem, hát ha. Pedig becsendtem ide neked állandóan. Hát azért is. A példakapcsán. De én szívesen beszélgetek, hogy termék Egyébként, megjelenítés egyébként az, az, az erősítőkről szívesen beszélgetek, hogy milyen meg hogyan, de nem akarom nézőket elveszíteni. Szóljanak szóval meg, ha elkezditek meg akkor kiminni. Igen, tudom, ja, akkor a nézők is nincs. elmennek. De hogy, hogy azért látom, hogy aktívak vagytok, tehát folyamatosan. Most, most is volt egy bulitok, most, amikor fölvesszük mikor, de hogy de lesz, látom, hogy amikor akutok, le, megy, Ak akkor, akkor, is, is lesz. lesz. De hogy, 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 ez, a legfrissebb formáció, úgyhogy mindenre kíváncsiak vagyunk, ami ezzel kapcsolatos. Egyszerűen csak lett egy zenekar, de úgy, hogy ez tulajdonképpen, hát mint ahogy te mondod, hogy a kövenyei iskolában összejárnak a gyerekek, ismerik egymást, és használják egymást, és muzsikálnak együtt. Ugyanúgy ez a, a mi körünk a Gergővel, az már egy régebbi történet, és folyamatos Bum -bum. kapcsolódás volt, bum-bum ak meg akármilyen más, de játszott ő a, 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 a Tátrai-ben is és meg játszott a Magyar Atomba is. Bocsánat, csak hogy pont a Gergő egy olyan típusú ember, akire azt mondod, hogy a, amikor az előbb beszéltél arról, hogy, hogy hogy jön, és megszólal a kezében a hangszer, ha, és hogy, hogy van egy olyan különlegessége? Hogy, 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 ez a banda, ez tulajdonképpen már ilyen jam session formájában, uh -huh. úgy mondjuk, a nyolc kerületi jazz, ö, 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 minden kocsmában összetalálkozunk és muzsikálunk együtt, ez a, ez a ez már nagyon régóta működik. Uh -huh. Mert itt nálunk ez működik, ez, így, így, ez a dolog. És aztán egyszer csak a, a valami kapcsán kialakult, hogy ja, én abba hagytam a bandáimat. Abba hagytam a bandáimat, mert nem tudom, hogy akkor pontosan mit éreztem, de most így összefogva azt gondolom, hogy, hogy meg lehet értevetni. Én úgy gondolom, hogy, hogy, nem tisztességes már az, hogy ennyi nyugdíjas öregember tötyörög a színpadon, és azt se tudja, hogy előre megy vagy hátra, miközben azt várjuk tőle, hogy úgy muzsikáljon, mint 20 éves korában muzikált a zenekarba. És ez, ez ilyen, hát lehet, hogy azoknak az örembereknek ugyanúgy hogy a tocsognak és megnézik nekik, ez jó, de én nem az az öreg vagyok, aki, aki, ebbe ott marad, hanem tovább megy, és megpróbálok, megpróbálok, megpróbálok valamit, valamit jó lesően csinálni, jó lesően csinálni, és ezek a fiatal srácok nagyon durvák, ezt nem akarom végig lihegni. Megszületett egy banda, és lett egy konstelláció. Az úgy, hogy, hogy hát csinált már mindenki zenekart, én elég sokat csináltam már, van úgy, hogy így sikerül, van úgy, hogy, hogy ilyen lesz, olyan lesz. Ez az első pillanat kiderült, hogy valami, valami beütött. Hát a apáddal volt ilyen zenekarom, ami az első közös játszás után kiderült, hogy mi csináljuk a Billnek, meg a hobólak az összes lemezét onnantól kezdve. Ez egy ilyen pillanat volt akkor is, hogy olyan, olyan, kapcsolatban voltunk akkor, hogy, hogy még akkor ugye a zeneszerzés úgy működött, hogy, 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 hozott valaki valamit, és megcsináltuk, összeraktuk szeretettel, és, és kifényeztük, amennyire csak tudtuk, és ez az a édesapáddal különösen így működött. Hozott ötletet, hozott tippet, én pedig nekiestem, és szétszettük, és, és összeraktuk belőle, és lehet érezni a billemezén is, meg a, meg a, meg a és meg utána még egy-két lemezen, hogy az milyen energiával, milyen szeretettel készült. És, és, és úgy gondolom, hogy, hogy Ilyen nincs minden nap, de egészen más helyzetben, más formában, de ugyanazt érzem most ebben a zenekarban, hogy, hogy összekapcsolódtunk, összekapcsolódtunk, és nagyon akarjuk csinálni. És, és hát kedvezményezett helyzetben vagyok. Azt mondok már, amit akarok. 70 fölött mindenki elhiszi, amit mondok, ráadásul. Úgyhogy ennyi a világ. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és eljöttetek nektek pedig köszönjük szépen, hogy néztek minket, iratkozatok fel a csatornára, és még jövő héten találkozunk. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok. Köszönjük a lehetőséget!